2018. októberi érettségi feladatsor távközlés ismeretekből, abból is a hálózati rész. UTPBT három különböző városban lévő telephelyen szándékozik hálózatot építeni. Az ön feladata, hogy a megadott tervek alapján szimulációs programmal elkészítse a vállalat teszthálózatát. Munkáját UTPBT néven mentse az ön által használt szimulációs program alapértelmezett formátumában. A hálózat topológiája, LON 0, LON 1, Debrecen, Szeged, jó. Budapest, rendben. Hálózati címzést látjuk. Jó. Szimulációs programban válaszol ki a feladat megoldása szükséges eszközöket a következő információk alapján. A forgalomirányítók rendelkezzenek minimum két Ethernet interfésszel, amelyek legalább 1 gigabit per szekundum sebességűek, és két szinkronsoros interfésszel kapcsolók legalább 24 portosak legyenek, a kiválasztott eszközöket kösse össze a topológiai ábrának megfelelően, hálózati eszközökön, kapcsolók forgalomirány konfigurációban és az eszköz mellett megjelenő eszköznév a topológiai ábrának megfelelő név legyen, állítsa be a forgalomirányítók és a kapcsolók IP adatait a táblázatnak és a topológiai ábrának megfelelően, mindegyik forgalomirányítónál és kapcsolónál a konzolos hozzáférést, valamint a pirvirigézált módot védőjelszó a PB King 123 legyen. Állítsa be a Debrecen szerver számára az IP konfigurációt a táblázat alapján, állítsa be a BPPC0 számára az IP adatokat a táblázat alapján, a DNS szerver címe a Debrecen szerver címe legyen. A BP forgalomirányító a LAN 1 számára a DHCP szerver szolgáltatás biztosít, a DHCP szervernek következő beállításokat végezze el. Címkiosztást a 10. IP címmel kezdje, a DNS szerver címe az Debrecen szerver címe legyen, az alapértelmezett átjárót állítsa be megfelelően. Állítsa be a LAN 1 hálózatban lévő munkaállomások számára, hogy IP adataikat automatikusan kapják a DHCP szervertől. A Szeged Szuhó vezeték nélkül forgalomirányító IP adatait állítsa be a táblázat alapján, majd végezze a következő beállításokat. DHCP szerverként a 195.168.22.50-nel kezdődő N 195.168.22.150-nel bezárólagos IP címeket a klienseknek. A DNS szerver címe legyen a Debrecen szerver IP címe. A vezeték nélküli hálózatot az SSID Szeged Net legyen. Jó. A vezeték nélküli hitesítés VPA PSK, titkosítás OAS. A kulcs Paprika 777. Csatlakoztassa a vezeték nélküli klienseket a vezeték nélküli hálózathoz, állítsa be, hogy a kliensek az IP címe adatokat automatikusan kapják a szervertől. Cégnél dinamikus forgalomirányítást kell alkalmazni, állítsa be a RIP-V2 protokollt mindhárom forgalomirányítón, de ne engedélyezze a címösszevonást. Minden hálózati eszközön mentse el a konfigurációt, hogy azok újraindítás után megadott állításokkal működjenek. Jó, rendben vagyon. Hát akkor nézzük a feladatot. 1941-es routerban ugye alapvetően 2 gigabit Ethernet port van. Ez a feladat volt talán az első olyan, ahol olyat láttam megfogalmazva, hogy gigabitesek legyenek a portok, ne pedig 100 megabitesek, úgyhogy én eddig is ezeket a routereket használtam elsősorban. Most is ebbe bele lehet rakni soros portos bővítőkártyát, lesz benne kapásból 2 soros port. Ebből a routerből kell nekem 3 darab, úgyhogy Ctrl-C, Ctrl-V. Ide lejött egy, és ide jön még egy, és akkor így elhelyeztem. Switchek közül csak annyit mondott, hogy legalább 8 portos legyen, én a 2960-as switchet szoktam használni, aminek a 24 fast Ethernet portja, meg 2 gigabit Ethernet, biztos elég lesz. 2 switch kell, Soho eszközök közül PRT 300N, kell egy Debrecen szerver, akkor a végfelhasználói eszközök jönnek most már. Ide kell egy PC, ide kell alulra 2 PC, ide kell egy laptop, meg egy tablet. Wireless tablet. Akkor kell egy szerver ide fölülre. Jó, föl vannak az eszközök.
most jön a vezetékezés. Elmentem az egészet egyből azon a néven, amit a feladatcsoport megadott, UTPBT. Nem emlékszem, hogy ezt már megcsináltam volna. Nézzük a vezetékezést, először a sorosportokat kötöm be. Itt mondjuk szériál 00, másik eszköz szériál 00-jába. Azt mondja szériál 001, másik eszköz szériál 001-jébe. A switcheket a gigabit Ethernet 01-en keresztül kötöm be. Már ha lehet, hát itt már nem lesz gigabit Ethernet 01, itt már csak 00 van. De itt 01-be fogom bekötni. Akkor látszik, hogy itt fordított bekötésű vezeték van a Szeged router és a Szeged Szóhó között. Mondjuk legyen gigabit Ethernet 00 internet. Itt pedig szintén gigabit Ethernet 01, hát a szervernek fast Ethernet portja van, de hát lehetne, nyilván a szerverbe is lehetne rakni gigabites bővítőkártyát, vagy gigabites hálókártyát. Szerintem ez például egy gigabites, gigabit Ethernet. Tehát akár a meglévő, ja, be van kapcsolva, nem tudok hozzá, akár a meglévő üres portjába belerakom. Akkor most megnézem, akkor ennek most már két gigabit port, vagy két fast, na, két Ethernet portja van, amiből az egyik fast Ethernet, a másik gigabit Ethernet, tehát szimuláció, tehát igazából nagy jelentősége nincsen, sávszélesség, mit tudna az eszköz. No, PC switchnek az egyes portjába, PC switchnek egyes portjába, másik PC switchnek a kettes portjába. A laptopot meg beállítjuk úgy, hogy Wi-Fi-t tudjon, tehát kiszedem a sima hálókártyát és belerakok egy olyat, ami tud Wi-Fi-t. És akkor most már a Wi-Fi képes a laptop is. Hát, megrajzolom ezeket a... Na miért nem jár pont, de most meg fogom csinálni megint. Ugye az egyes hálózatokat akarja ábrázolni ez a... Ó. Szóval az egyes hálózatokat akarja ábrázolni ez a tégla. Meghűjjön egy idő után ez a fantasztikus program. Na most sikerül? Sikerül. Jó. Egyszer. Itt van egy. Kétszer. Itt van egy háromszor. És itt van egy négyszer. Tehát az egyes hálózatokat akarja külön kiemelni, feliratokat a place note-tal lehet csinálni, és akkor lehet elnevezni az eszközöket, meg mindenféle dolgot. Illetve nem az eszközöket, hanem az egyéb feliratokat megcsinálni, hiszen az eszközöknek van olyan tulajdonság, ami a felirata, mégpedig a konfigon belül a display name. 192, 168, 100.0 per 24, itt van egy 10.20.30.0 per 24. Ez a Debrecen. Ez a LAN 1. Itt van a 172.30.30.0 per 24-es hálózat. Akkor jön Szeged, itt pedig van, aha, tehát én most ide fogom jönni, 192.168.22.0-es hálózat per 24-es maszkal, akkor itt 200.10.10.64 per 30-as maszkal, itt pedig 200.10.10.128 per 30-as maszkal. Ezeket a szövegeket arrébb lehet mozgatni ezzel a kijelölő eszközzel, hogy simán el lehet helyezgetni. Ahogy a feladatsorban van, hasonlóan, pont úgy nem
fog sikerülni. Egyszer, kétszer, Debrecen, oké, ez meg itt van. Valahogy így. Na, ez az, amiért nem jár pont, de megvannak a feliratok. Amiért viszont jár pont, hogyha elnevezzük az eszközöket ugyanúgy, ahogy a topológiai ábrán van, elsősorban a hostname beállításért adnak pontot, ugye ezek a 2960-as switch és a 1941-es routereknél van ilyen. Azt mondja, hogy PC-nél ez a BPPC0, BP2PC0. Ennek a PC-nek a neve BP2PC1. Ennek a neve BP2PC2. Azt mondja, hogy laptop Szeged, kötőjel laptop. Ja, még nulla is ott van, jó? Szeged, tablet, nulla. Szeged, kötőjel tablet, nulla. Azt mondja, hogy Debrecen szerver. És akkor jönnek a routerek, a switchek. Itt ugye, mint mondtam, display name, host name, és egyből mentek egyet, hogy legalább egy mentésünk legyen az adott eszköznek a konfigjáról. Itt van BP kötőjel SV 0, display name, host name, és egy save. Itt van BPSV1, display name, host name, egy save. Ennek a routernek a neve BP, display name, host name, és egy mentés. Ennek a routernek a neve Szeged, display name, host name, mentés, és a wifi neve Szeged, kötőjel, soho. Minden eszköz el van mentve, amit el lehetett menteni, minden eszköz, aminek be lehetett állítani a nevét, be van állítva, igazából mindent mentettem. Legalább egyszer ugye az eszközök konfigurációját is. Hát akkor nézzük meg, a topológiai ábránk megvan, hogy mi az IP címzés. Na, hát a BP routernek, hála a jó Istennek, 4 portja van, tehát itt a 4 port felsorol, ami micsoda, milyen IP címet kéne kapnia. Ezeket szépen egyesével be fogjuk állítani. BP router, nézegessük. 192.168.100.1-es IP cím, az ugye a 192.168.100.0-as hálózat felé tud menni, úgyhogy BP routerünk gigabit Ethernet 0.1-es interfészének lesz ez az IP címe. 192.168.100.1 alhálózati maszk 255.255.255.0, fölkapcsolom a portot. Következő IP cím 172.30.31. Az ugye az alsó rész, az alsó hálózat, ez a BP routerünk gigabit Ethernet 0.0-as interfészének az IP címe lesz, 172.30.30.1 alhálózati maszk 255.255.255.0, föl kell kapcsolni a portot. Következő címünk, IP címünk az a 210.10.65, az ugye ebbe a hálózatba fog menni, tehát a 210.10.64-es hálózatba, ugye ez egy per 30-as hálózat, két IP címet lehet használni, a 65-öt meg a 66-ot, 65 fog akkor ide jönni,
tehát a Budapest routerünk szériál 000 portjának az IP címe lesz a 200.10.10.65. Alhálózati maszkra figyelni kell, mert ugye itt per 30-as van, az nem más, mint 255.255.255.252, és föl kell kapcsolni a portot. Következő IP cím. Igyekszem kijelölni. Csak kiemelem, hogy azt akarom beállítani, mert el szoktam tévedni, ha nem jelölöm ki. Hát már csak egy olyan portunk van, ami be van kötve, és még nem állítottuk be, még pedig a szériál 001. Úgyhogy azért lesz a 200.10.10.129-es IP cím. Alhálózati maszkot le kell ellenőrizni, az most jó, és föl kell kapcsolni a portot. Következő IP cím beállítás a Budapest SV0 nevezetű switché. Ezt parancsorból tudjuk megtenni. Először is ellépünk globális konfigurációs módig, és itt beállítjuk az alapértelmezett átjárót az IP Default Gateway parancssal, rövidítve csak IPDEF, 192.168.100.1. Megvan a gateway. Ha a switchnek egy IP címet kell adni, az azt jelenti, hogy a switch, az adott switchnek a VLAN 1-ét konfiguráljuk. Azért pont a VLAN 1-ét, mert az egy virtuális interfész, a virtuális interfész hozzá van rendelve az összes valós interfészhez. Tehát ha ennek beállítok egy IP címet, akkor az összes valós interfészen az az IP cím fog látszódni. No. Úgy megyek rá erre az interfészre, a virtuális interfészre, hogy VLAN, interfész VLAN 1. IP címet úgy állítunk, hogy IP address, megadjuk az IP címet, ami ebben az esetben 192.168.100.3, megadjuk az alhálózati maszkot, ami a 255.255.255.0, és egy Enterrel elmentjük a beállítást, vagy hát végrehajtatjuk ezt a beállítást. Ha nincs hibaüzenet, elfogadta. Még egy dolgot kell csinálni, ezt a VLAN 1-et föl is kell kapcsolni. Tehát no shutdown parancsal fölkapcsoljuk a VLAN 1-et. Megvan az SV0-nak a beállítása, következő SV1. Ki fogom jelölni mindig, hogy mit állítok, mert mondom, el szoktam csúszni sorokkal. Hát a művelet az nagyjából ugyanez. Belépek globális konfigurációba, beállítom az alapértelmezett átjárót, IP Default Gateway, vagy IPDEF, 172.30.30.1. Aztán jön az interfész VLAN 1, IP address, IP add, 172.30.30.3, alhálózati maszk 255.255.255.0, no shutdown, azaz felkapcsolom a portot, hát interfészt. Következő BPC1, BPC2, mind a két számítógép, DHCP kliens, ezt én most így beállítom szépen DHCP-re, másikat is, desktop IP configuration DHCP. BPC0-át kihagytam, úgyhogy az visszatérünk rá, BPC0, desktop IP configuration, és itt ugye fix IP cím van, mégpedig a 192.168.100.11, alhálózati maszk 255.255.255.0, default gateway 192.168.101, DNS szerver, valahol le volt írva, BPC 0 számára a DNS szerver címe a Debrecen szerver címe legyen. Na de rendes. Akkor a Debrecen szerver címe az pedig a 10.20.30.99. 10.20.30.99. Jó, tehát akkor BPC 0 megvolt. Jön a Debrecen routerünk, mert ezt a kettőt már beállítottuk. Na, Debrecen router. IP címe beállításai. Kettő darab hálózatunk van. Ugye az egyik 10.20.31-es címmel az fog menni a Debrecen hálózat irányába. Tehát akkor a
Gigabit Ethernet 0.1-es interfésznek lesz az az címe, hogy 10.20.30.1. Alhálózati maszkot meg kell nézni, és megfelelően be kell állítani. Ez a 255.255.255.0. És fölkapcsolom a portot. Másik IP cím az ugye csak a Serial 000 interfészé lehet, az pedig... Na, sikerül kijelölnöm? Jó lesz így is. 200.10.10.66. Alhálózati maszk az már nem stimmel, mert 255.255.255.252. És föl kell kapcsolni a portot. Megvan. Következő beállítás. Debrecen szerver. A szervernél is desktop IP configuration-be lehet beállítani az IP információit. Következő dolgokat kell. IP cím 10.20.30.99. Halhálózati maszk 255.255.255.0. Default gateway 10.20.30.1. Itt kell a DNS szervert beállítani. Hát nem mondja, ugye önmaga lesz a DNS szerver. Táblázat alapján állítsa be. PTV use the default gateway of the fastest functional port. Ja. Akkor, hát ezt így hagyom. Be lehetne írni a saját címét, van, ő lesz a DHCP szerver úgyis. Nem mondja egyébként a feladat, de hát. Logikus. Úgyhogy oda beírtam DNS szerver. Nézzük tovább. Szeged router. Szeged router hol van? Itt van Szeged routerünk. Ugye a belső hálózat az a, amit nem írtam föl. Itt van pedig. Tehát ami a wifi router felé megy, tehát a gigabit ethernet 00-as port lesz a 11.40.50.1-es IP címmel, és ez egy per 30-as hálózat, tehát a 255.255.252-es maszkkal. És fel kell kapcsolni a portot, és ha már itt tartok, és előbb elfelejtettem felírni, akkor most felírom 11.40.50.0/30. Jó, akkor ennek a Szeged routernek még egy portja van, amit be kell állítani, mégpedig a Serial 001, az fogja kapni ezt a címet. 200.10.10.130, alhálózati maszk 255.255.255.252, hiszen per 30-as hálózatról van szó. És föl kell kapcsolni a portot. Jó, nézzük a Szeged Soho routert. Hát én most itt az internet porton fogok először állítgatni. Illetve nem is, hát azt fogom állítani, mi meg van adva. Ugye látszik nagyon jó, hogy a 192.168.22.1, ez a hálózat, ez a 22.0-as hálózatban, vagy ez az IP cím, 22.0-as hálózat első IP címe, tehát az a belső része a routernek, az a LAN része, úgyhogy a LAN-t fogom először konfigurálni. 192.168.22.1, alhálózati maszk, az jó. Átmegyek az internet portra, és akkor azt fogjuk most konfigurálni. Annak pedig, hát ezeket a beállításokat kell megcsinálni, ami itt van. Mégpedig azt mondja, hogy statikus. IPv4 cím 11.40.50.2. Alhálózati maszk
255, 255, 255, 252, hiszen per 30-as hálózat default gateway 11.40.50.1, és kell-e itt DNS szerver? Szeged, Soho. Szerintem nem. Itt már a belső DHCP beállítás van. Szerintem itt nem kell. Ezt üresen hagyjuk. És akkor mentek egyet, mert hogy egész szépen eljutottam. Na nézzük, Szeged laptop, meg Szeged tablet. Alapértelmezetten általában a wifi-s eszközök meg DHCP-re van állítva, de biztos, amit utána megnézem, arra van állítva, tehát ez már jó. Táblázat alapján, meg néhány helyen egy-két plusz információval, DNS információval beállítottam a hálózatot. Nézzük akkor, hogy hol tartunk. Gigabites volt, igen, kapcsolók lefeljebb 24 portos, vagy legalább 24 portosak, azt is teljesítettük, hiszen 24 portos plusz 2 gigabit Ethernet port. Úgyhogy ez jó. Összekötöttük. Eszköznév, ez jó. IP adatok jók. Mindegyik forgalomirányítónál és kapcsolónál a konzolos interfész, valamint a privilegizált módot védő jelszó PVKing 1-2-3 legyen. Mindegyiknél van 3 routerünk, meg van 2 switchünk. Akkor miért azt mondja, hogy kapcsolónál? Ja, hogy mindegyik kapcsolónál. Jó, értem. Jó, szövegértelmezés elsőre egyes. Na, hát nézzük ezt a beállítást. Hát ez olyan, amikor nagyon sokat kell egymás után, hogy azt mondom, inkább így fogok dolgozni. Hát ha minden igaz, akkor mindegy egyes eszköznél eltelt már annyi idő, hogy mindegyik visszalépett az alaphelyzetbe. Tehát legkívül van, akkor az első parancs, amit majd ki kell adni, az az enable lesz. Utána a conft, azaz lépjen be globális konfigurációs módba. Utána, amikor már globális konfigurációban vagyunk, be tudjuk állítani a privilegizált módot védőjelszót, ami ENA, secret, tehát egy titkos jelszót fogok beállítani, PV, King, 1, 2, 3. Ha ez megvan, utána tudok rálépni a telnet vonalra, line, vt, y, minden telnet vonalat levédek jelszóval, tehát 0.15, jelszó az a password után, megadható, pvking, 1, 2, 3, és hogy ez a jelszó életbe is lépjen, login parancsot. És akkor valahol leszünk, tehát a végén befejeződött ez az egész konfiguráció, maradunk egyébként a vonalon, vonalkonfigban, amiből úgyis ki kell lépni, tehát egy exitet azért még, hogy visszalépjen globális konfigba. Hát ugye ezek a parancsok jönnének egymás után az összes eszközbe, mondom azt feltételezve, hogy minden eszköz kilépett a leges-leges-leges legelejére, tehát legkülső szintre a saját operációs rendszerében. Na nézzük csak ezt meg. Kimásolom ezeket az utasításokat innen, belemegyek a VP switch nullába. Ugye lehet látni, hogy a legkülső szinten van, azt mondja, hogy nyomjak egy Entert a kezdéshez, jön egy Enter, és a paste-tel berakom egymás után a parancsokat. Tehát enable-be belépett privilegizált módba, conft-vel belépett globális konfigurációs módba, privilegizált módot védőjelszót beállítottam, ráléptem a telnet vonalra, telnetvonali jelszót beállítottam, loginnal kiadtam azt a parancsot, hogy életbe lépjen ez a jelszó, és az exitnél tartok, csak ott még egy enter kell a végére, utolsó parancs után kell egy enter, hogy azt is elfogadja, tehát vissza fog lépni globális konfigba. És akkor megvan egy eszköz. Nézzük meg a másik switchet. Ez is visszalépett a leges legkülső szintre. Egy enter. Jobb egér gomb paste. Egész az exitig lefutott, az exitet, hogy megcsinálja, nyomok egy enter. Ez is megvan. Nézzük a routereket, BP router. Ez is kin van a legkülső szinten. Jobb egér gomb, paste, enter.
lefutott minden parancs, Debrecen router, na hát ez most valahol van, valamilyen interfész konfigurációs módban, úgyhogy kilépek teljesen, tehát egy endet, ezzel visszalépett privilegizált módba, exittel meg kilépek teljesen. Csak azért, hogy amit kimásoltam, az be tudjam illeszteni. Paste, utolsó parancs elfogadása, jó. Szeged, Szegednél is valami interfészen vagyok rajta utoljára, úgyhogy kilépek teljesen. Enddel vissza privilegizált módba, exittel pedig a legelejére. És akkor nyomok egy Entert, jobb egér, paste, és megvannak. Hogy ez működött-e? Le lehet ellenőrizni, hogy működött-e. Már is megnézzük. Egy eszközt fogom megnézni, nem mindegyiket. Jó. Itt ennek van IP cím beállítása, ugye? Ennek van normális IP cím beállítása, tehát innen ezt az eszközt el kéne tudnom érni távolról. Hát rövid távolság, de telnet. BPSV0-nak meg kéne nézni, milyen IP címet adtunk. BPSV0 kapta a... Mindjárt írom is be ide. Tehát telnet kapcsolatot csatlakozok hozzá. 192.168.100.3-as címet. Azt mondjam, hogy connect. Csatlakozott, tehát innen csatlakozok ehhez az eszközhöz. Kire egy jelszót? Ez ugye most a telnet jelszó. PV King 1-2-3. Látszik valóban a BP switchbe vagyok. Ha kiadom az ENA parancsot, már hogy enable, kéri megint a jelszót, ugye ugyanaz a jelszó lett beállítva, PV King 1-2-3, és akkor tudom konfigurálni az eszközt. Hát mivel ugyanezeket a beállításokat csináltam meg a többi eszköznél, biztos működik. Most egynél kipróbáltam, jó, akkor a többinél is jó lesz. Ezt a jegyzettömböt már nem kell. Tényleg azért írtam bele a jegyzettömbe, mert hát hogy mondjam, nem vagyok az, aki nagyon sokat szeret gépelni, és ugyanazokat a parancsokat kellett volna kiadni, így beleírtam a jegyzettömbe, kimásoltam, beillesztettem, és kész, láttátok, működik. Mentem az egész bucket részeres feladatot, amit eddig megoldottam. Jó. Tehát 5-ös feladat meg volt, 6-os feladat, Debrecen szerver IP címét beállítottuk, DPPC0 beállítottuk, még a DNS szervert is megadtuk, de azért nézzük meg. Oké, meg volt. Akkor nézzük, BP forgalomirányító a LAN 1 számára DHCP szerver szolgáltatás biztosít, BP forgalomirányító megvan, oké, és DHCP szervernél következő beállításokat kell elvégeznie, azt mondja, 10. címnél kezdje, jó, DNS szerver címe a Debrecen szerver címe legyen, alapértelmezett átjárót is állítson be megfelelően. Tehát a BP router a LAN 1-be. Okés. Az első dolog, amit be tudunk állítani, még itt globális konfigurációban, hogy milyen IP címeket akarunk kizárni, ezt az IP DHCP Excluded Address parancssal tudjuk megtenni. Ugye ki kell zárnunk az adott alhálózat első 9 címét, mert a 10. már működőképes kell, hogy legyen. Tehát akkor ez a hálózat, ez a 172.30.30.0-as hálózat. Itt az első kiosztható IP cím a .1-es végződésű, és a 9-ig kell letítanunk, tehát a 172.30.30.30.9-ig tiltom le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10-est azt már ki kell tudnom osztani, tehát ezért 9-ig tiltom le. IP DHCP excluded address 172.30.31, 172.30.39, ugye tólig, melyik IP címtől, eddig az IP címig tiltom ki az IP-ket. Jó. A további beállítás az már, hát mondjuk azt, hogy területre vonatkozik, tehát a LAN 1-re fog vonatkozni. Ilyenkor egy poolt kell létrehozni, IP DHCP pool,
Ez most azt a nevet fogja kapni, hogy LAN 1. Valami egyedi azonosítót kell beállítani, ha későbbiekben módosítani akarunk, akkor ugyanezzel a parancssal kell majd belelépni a már meglévőbe. Most ugye létrehozom ezt a pult. Megadom, hogy melyik hálózaton működjön. Tehát network, és akkor meg kell adni a hálózati címet és a maszkot. Ez a 172.30.30.0-as hálózat, aminek a maszkja a 255.255.255.0. Tehát network 172.30.30.0.255.255.255.0. Megadtam a hálózatot. Következő parancs, vagy a következő dolog, amit be kell állítani, az az alapértelmezett átjáró. Default gateway-nek hívják angolul, de itt maga a beállítás, a parancs, amivel be tudjuk állítani, az a default router. Röviden csak def. Ugye, ha végig gondoljuk, akkor ezeknek az eszközöknek, amik ebbe a hálózatba bekerülnek, az alapértelmezett átjárója a BP router gigabit 00-as interfészének az IP címe kell, hogy legyen. Tehát biztos, hogy úgy kezdődik, hogy 172.30.30, és vissza kell mennem a táblázatba és megnézni, hogy mi volt. BP routernél 172.30.31-es IP cím. Az lesz a default gateway, vagy default router. Ebben az esetben ugye a parancs az, hogy default router, röviden csak def. És kell még egy DNS szerver, maga a parancs az az lenne, hogy DNS kötőjel szerver így egybeírva. Röviden csak DNS, és akkor be kell írni a DNS szerver IP címét, ami a Debrecen szerver IP címe, amit nem emlékszek fejből, tehát visszamegyek és megnézem. Ez a 10.20.30.99. 10.20.30.99, igen. Most már működik ez a DHCP szerver, illetve hát már előtte is működött, amikor még nem volt beállítva minden. Tehát egy dolgot már, ha beállítok, akkor ez már működik. Következő feladatban pedig az van, hogy nézzük meg, hogy működik-e. Magyarul, vagyis hát hogy van, hogy szól a feladat, hogy a LAN 1 hálózatban lévő munkaállomások számára állítsa be, hogy adataikat, IP cím adataikat a DHCP szervertől kapják. Ez már be van állítva. Csak ellenőrizzük le, hogy minden információ átjött. Tehát nem. Ugye látjuk, hogy IP cím mask átjön, default gateway DNS szerver. Nem, egy idő után lehet, hogy frissíteni ezeket az információkat, de biztosan biztos, gyorsabb, hogyha itt rákattintunk arra, static DHCP, és akkor most már megkapja az összes információt. Tehát van IP cím mask default gateway DNS. Ugyanezt a másik eszköznél, statikus vissza DHCP-re, megkapja az információkat, teljesen jó, mentek egyet. Nézzük tovább. Szeged Szohó nevű vezeték nélküli forgalomirányító IP adatait állítsa be a táblázat alapján, majd végezz el a következő beállításokat. Hát a táblázaton túl vagyunk. DHCP szerverként 192.168.22.50-től 150-ig osszon IP címeket. Na nézzük akkor Szohó eszközünket. Grafikus felhasználói felületen fogjuk beállítani. Ugye az internet az, amivel csatlakozik a külső hálózathoz, a belső hálózat az a network, azon belül van ugye a DHCP beállítás, úgyhogy azt nézzük most. 2250-től kell osztania, tehát a start IP adressz az 2250. 150-nel bezárólag az azt jelenti, hogy ugye még a 150-esnek is kell adnia, tehát akkor azt mondjuk, hogy 101 kliensnek tudjon osztani. Hát ha nem vagyunk benne biztosak, hogy jól számoltunk, ha most én ezt elmentem, akkor itt ki fogja írni a frissített adatokat, hogy mi az a tartomány, amiből ő IP címeket tud osztani. Rá is nyomok a szévre. 50-től 150-ig, tehát 101-et kellett beírni. Ha nem stimmel, lehet, akkor az ember addig totózik, vagy tippelget, amíg jó nem lesz. DNS szerver címe a Debrecen szerver címe legyen. Az volt a 10.20.30.99. Igen. Valamit módosítok mindig, mielőtt átkattintok egy másik menüpontra, szévelni kell, mert, vagyis menteni kell, mert
nem menti egyébként a beállításokat. A vezeték nélküli hálózaton Szegednek legyen. Akkor átmegyünk a vezeték nélküli részre. SSID name. Szeged. Net. Csak nem jól írtam. Szeged. Net. Most már jó. Itt is először mentünk, aztán megyünk tovább. Wireless Security, VPA 2 PSK, vagy VPA PSK, VPA PSK-t ír, akkor VPA Personál kell nekünk. OES kell, azt mondja a feladat, és a jelszó paprika 7777. Beállítottuk, ment is. Következő feladatrész, csatlakoztassa a vezeték nélküli klienseket a hálózathoz, állítsa be, hogy a kliensek IP adataikat automatikusan kapják a szervertől. Na most, ugye ez be van állítva, hogy az IP adataikat automatikusan kapják. Tök jó, csak ugye, mivel elállítottuk az alapértelmezett hálózatokat, hálózati beállításokat, így most ezeken az egyes eszközöken a Wi-Fi-t konfigolni kell újra. Tehát a laptopnál config fill wireless 0, és akkor jöhet a SSID Szeged, net, VPA 2 PSK, OS, a titkosítás és a jelszó, vagy a kulcs, az a paprika, 777. Egyszer, majd mindjárt meglátjuk, hogy csatlakozik-e, addig elkezdem a másik eszközt konfigurálni. Opa, config fill wireless 0, Szeged, net, VPA 2 PSK, kulcs, paprika, 777. Na, ennek is csatlakoznia kell, hamarosan. Ha nem győzünk várni, ezzel föl lehet gyorsítani a folyamatokat. Csatlakozott, ami biztos, én itt is leszoktam ellenőrizni, hogy az IP cím információk jók-e, hát látszik, hogy nem igazán. Ugye ez még az alapbeállításokkal kapott valami IP címet. Azóta már átállítottuk ugye a belső hálózat meg az IP címét, tehát na, ez se jó, amit IPv4 címként kapott, úgyhogy statikus, DHCP. Na, így már sokkal jobb, 22.50, a hálózati mask stimmel, default gateway jó, DNS jó, Szeged tabletnél is. Ugye látszik, hogy itt se jó az IPv4 cím, tehát statikus, DHCP, megvárjuk, hogy frissüljön. Frissült, és jónak tűnik. Úgyhogy most már jó. Ugye az egyes hálózatokban, külön-külön a hálózatokban levő részek, azok tudnak egymással kommunikálni, hát értem az alatt, hogy a BPC1 a BPC2-vel hibátlanul kommunikál, Szeged laptopnak kéne kommunikálni a Szeged tablettel, és ami még biztos, hogy a BPC0-ról BPC1-re kéne menni a kommunikációnak, elsőre féld, de másodjára már kell mennie. És a BPC0-ról kell mennie a BPC22-re is. Itt az utolsó, BPC0, BPC2, féld, pedig annak mennie kell. Na azért, most már successful. Tehát itt a... az egyes közvetlenül csatlakozott hálózatok és a közvetlenül csatlakozott hálózatok között itt a kommunikáció azért elég jó megvalósul, viszont a távoli hálózatokban nem igazán tudunk kommunikálni, tehát mondjuk a BPC0-ról akarom elérni a szervert, az nem fog összejönni. Hát én azt szoktam mondani, hogy legalább 4-et, de azért rárakok még egy 5-et is, azt mondja failed. BPC0-ról nyilván a vezeték nélkül irányba nem fog menni, de visszafelé fog menni. Mondjuk a laptopról BPC0-át egyszer nem, kétszer nem, háromszor nem, na még egy negyediket, meg egy ötödiket is nem. Hát itt már gyanús, hogy fú, hát itt nem megy a hálózat, most sem. Tehát nem működik a kommunikáció egyik hálózatból a másik hálózatban.
ba. Közvetlenül itt ezeknél működik, de ezeknél a távoli hálózatoknál, tehát innen ide, innen ide, innen ide, innen ide, nem működik. És úgyhogy biztos, hogy az lesz, hogy be kell állítani forgalomirányítást. A cégnél dinamikus forgalomirányítást kell alkalmazni, állítsa be a RIP-V2 protokoll mindhárom forgalomirányítón, és ne engedélyezze a címösszevonást. Na, no auto summary ez a címösszevonás. Én mindig azt mondtam, hogy az alhálózatok összevonása címösszevonás. Vagy nem mindig, de a legtöbbször azt mondtam. Na, lényegtelen. Nézzük meg, hogy ez hogy működik. Ugye dinamikus forgalomirányító protokolloknál a közvetlenül csatlakoztatott hálózatokat kell megadni. Nézzük meg Debrecen esetében, hogy ez hogy történik. Először is globális konfigurációs módig el kell mennünk. Tehát, enable, mindenhol kérni fogja a jelszót. PV King 2-3. Jobb lenne, ha ezt a legvégére hagynák, ezt a jelszavazást, de hát mindegy. Szóval, globális konfigurációs mód, conft. Parancs, amivel a protokollt be lehet állítani, router, rip. Ebből nekünk a kettes verzió kell, tehát beadjuk ezt a parancsot, hogy, vagy megadjuk azt a parancsot, hogy version 2, röviden ver 2. És a közvetlenül, tehát a routerre közvetlenül csatlakoztatott hálózatokat kell nekünk itt most megadni. A parancs, amivel megadjuk a hálózatokat, a network, röviden csak net, és tehát Debrecen routerre melyik hálózat csatlakozik közvetlenül? Csatlakozik hozzá a 10.20.30.0-as hálózat. Nem kell mask, csak a hálózati cím. Csatlakozik még hozzá ez a hálózat, tehát network, 200.10.10.64. Tehát ez a két hálózat csatlakozik hozzá közvetlenül. Más nem. Mit mondott még a feladat? Ja, hogy címösszevonás. No auto summary. Az a parancs, amivel kikapcsoljuk a címösszevonást. No auto summary. Ezáltal úgy gondolom, hogy a Debrecen routeren a RIP-V2 protokoll be van állítva. Na még esetleg azt szoktuk csinálni, hogy a belső hálózatban nem szoktunk RIP információkat küldeni, tehát a belső hálózati interfészeket passzívra szoktuk állítani, de itt nem kell. Tehát ebben az esetben a gigabit Ethernet 0.0.1-et passzívra állítanám. Itt Szeged router még gigabit Ethernet 0.0-et passzívra állítanám. Itt LAN 1, LAN 2-nél Budapest routeren a gigabit 0.1-et és a gigabit 0.0-et passzívra állítanám, de nem kéri a feladat, úgyhogy ezt nem fogom beállítani. Majd mindjárt megnézem a értékelési útmutatót, hogy ott benne van-e. Közben volt egy gyors telefonom, szóval akkor a Debrecen routert beállítottam. Nézzük a következő routert. Legyen ez a Budapest. Budapest routerhez, mint látszik, négy hálózat csatlakozik, úgyhogy itt kicsit többet kell dolgozni. De itt is hasonlóan kell, először belépünk globális konfigurációs módig, de ahhoz ugye először enable, azaz privilegizált módba kéne belépni, ahol kér jelszót, hiszen állítottunk jelszót. PV King PV King 1-2-3. Jó, és akkor globális konfiguráció, conft, router, rip, version 2, megadjuk a közvetlenül csatlakozó hálózatokat, network parancsa, röviden csak net, kezdem itt fölül, az első hálózat 192.168.100.0, második hálózat, az itt az alsó lesz, 100, mindegy a sorrend egyébként, 172.30.30.0, a
következő hálózat lesz a 210.10.128, network 210.10.128, és az utolsó lesz a 210.10, márhogy 210.10.64. És itt már lehet, hogy el kéne kezdeniük kommunikálni, de egyenlőre nem, nem baj. Mi kell még? No auto summary. Mert hogy ne vonjuk össze, amit nem kell összevonni. Jó. Szerintem be van állítva. Nézzük meg az utolsó routert, a Szeged routert. És itt is állítsuk be. Enable PV King 123. Globális konfiguráció, azaz conf t, és akkor jöhet router, rip, version 2, közvetlenül csatlakozó hálózatok. Szeged routernél két hálózat csatlakozik közvetlenül, network, kezdem a felsővel, van a 200.10.10.128-as hálózat, és van a network 11.40.50.0-as hálózat. Ugye ez a másik hálózat, ami közvetlenül csatlakozik hozzá. Csak a közvetlenül csatlakozó hálózatokat kell megadni, és itt is no auto summary. És akkor én úgy gondolom, hogy a RIP V2-es protokoll minden routeremben van állítva. Ha jól állítottuk be, akkor most már az egyes hálózatok, távoli hálózatok el tudják érni egymást. Tehát mondjuk a BP-PC0-ról el tudom érni a Debrecen szervert. Elsőre failed. Másodikra failed. Uha. Harmadjára failed. Na, mi történt? Mit rontottam el? Szóval ott tartottam, hogy nem működött a szerver felé a kommunikáció, de a hálózat további részei már ha jó irányba küldenék üzenetet, elsőre nem, másodikra már sikeresen kommunikál laptop BPPC-vel is, elsőre nem, másodjára azonban sikeres kommunikáció. Tehát itt valami a szervernél el van rontva, mégpedig mindjárt megnézzük, tehát a BP-ről, BPPC01-ről, vagy mi az, BPPC0-ról a routerig megy a kommunikáció, a routertől viszont itt baj van, mert itt a hiba valami a szerverrel. Ugye, ha megnézem, szép és jó, hogy van beállítva IP cím, csak gigabit Ethernetben kötöttem a vezetéket, és a fast Ethernetet beállítottam be, tehát gigabit Ethernetem meg nincs semmi. Úgyhogy újra kéne kötni a vezetéket, bekötöm fast Ethernetbe, és akkor működni fog. Elsőre nem. Másodikra sikerült a kommunikáció. Laptopról sikerült a kommunikáció. És mondjuk BPPC1-ről sikerült a kommunikáció. Tehát még jó, hogy az elején mondtam, hogy rakok bele gigabites hálókártyát, erre beállítottam a Fast Ethernetet a gigabittel ellentétbe, ahova majd bekötöttem a vezetéket. Van ez így. Javítottam a hibát, most minden működik. Mindenhol jók a routingok is. Hát köszönöm.